családi sport délután tartottak a Mieó szimóvodájában. Ez a hagyományos családi sport délutánunk, a Mozogj velünk, az egészségünk érdekében. Több évre visszanyúló hagyomány ez már az óvodánkban, hogy ilyenkor az ősz terméseivel, kincseivel egy kis ügyességi, játékos vetélkedőt szervezünk a gyerekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, kistesónak, nagytesónak. Jeles alkalom ez más szempontból is, hiszen a most érkezett kicsiket is igazi szimóvisokká fogadják. Ezen a napon szoktuk a szímessé fogadni az új, jonnan érkező gyermekeinket. Nem csak kicsik jöttek az idén, hanem nagyok is. Más óvodából iratkoztak át hozzánk, és eltelt már annyi idő, néhány nap, néhány hét, hogy már igazi szimovistokká avathatjuk őket. Összesen szeptemberben 56 kisgyermek kezdte meg az óvodai nevelést ebben az óvodában. 18 újonnan beiratkozó kisgyermekünk van, mindenki beszokott már, mindenki megtalálta a helyét az csoportjában, barátokra lelt, és most már igazi szímessé avatjuk őket. Az úgynevezett idősebb óvodások némi verssel, dallal fognak nekik kedveskedni, megkapják a végén a jelüket, a választott jelüket és a csoportjuk jelét. Kistesók is érkeznek, igazi családias ez a mai nap. Ez is az elnevezés, a családi sport délután, tehát mindenkinek kell egy kis mozgás, ahogy a szlogen mondja. Nagymamákat, nagypapákat, anyukákat, kistestvért, nagytestvért, mindenkit szeretnénk megmozgatni. Nem a helyezés, hanem a mozgása fontos. Egyáltalán nem a versengés már a cél. Az egészséges életmódra nevelés a célunk. Ez egy kiemelt feladat az óvodánkban, aminek az alapja, az alappillére a mozgás. Így a gyerekek mozgásigényét, mozgáskedvét szeretnénk kielégíteni, a szülőknek pedig megmutatni, hogy nem kellenek drága sporteszközök. Néhány őszi terméssel tudnak ügyes játékokat kitalálni, amit közösen végezhetnek. Ökrös Zoltán szülő nem első alkalommal versenyez már. Ma nagyobb gyermekét is elhozta segítségül, és ha kell, munkával és anyagilag is támogatja az óvodát. Segítségével csak annyit, hogy gyerekeknek segítek, hogy talán hogy a Katica csoport megnyerje ezt a versenyt, mint ahogy 2 éve is megnyertük, más titkos terve most nincsen. Árulta el az apuka, aki egykoron maga is ebbe az óviba járt. A kertvárosi óvodába kezdtem az óvodás pályafutásomat, aztán amikor felépült a szimóda, akkor rögtön átlettünk ide helyezve. Amióta az apuka ide járt, fejlődött az óvoda. Ugye ez a szimóvoda, ez mindig is a családias óvoda volt, nagyon régen is, az én időmben is, most is, és én pont ezért tettem le emellett a voksomat, hogy ők is ide járjanak, és így akkor mindenki ide járt. Vélte Ökrös Zoltán, aki ebben a tanévben is segíteni fog. Konkrét megbeszélés nincsen, végül is az lehet, hogy ki mit lát, meg kinek mi szúrja a szemét, és annak a javítása érdekében tesz lépéseket. Ma az ősz terméseivel fognak versenyezni. Az Ökrös családban otthon is van kreatívkodás, termésgyűjtés. Szerencsém ez a feleségem ezt, hogy hiszen ő tanítóni végzettségű, úgyhogy ezt teljes mértékben ő csinál a gyerekekkel. Tehát amikor olyan van, akkor Halloween tököt faragnak, vagy esetleg a szoktak járni Tiszaig a arborétumba. Termés gyűjteni, levelet gyűjteni, préselni, úgyhogy ez teljes mértékben az ő kreativitásán múlik, hogy mit csinál a gyerekekkel. A rendezvényen részt vett Szepesi Tibor polgármester is, aki nem érkezett üres kézzel. Egy havi képviselői tiszteletdíját adta át Szabóné Szentesi Mária tagóvodavezetőnek, hogy hozzájáruljon az udvaron egy napvitorla kifeszítéséhez, amit ő és Balajtiné Sütő Margit, a Mieó megbízott vezetője is megköszönt a szülők gyermekek nevében.